Bárványban a csordák úsznak át a tájon, takarékra készelítem kúzuson. Remek a fal nem tölt ruha, magát hordani kevés. Csupa ha, csupa még, csupa másik ember keresés. A kis verseny előtt. Aztán kitaláltam. És már csak négy emelet, és már csak három, de tudod Istenem, ahány lépcsőfok még annyi év. Akar. Egy megvakult tükrön folyik az agancsveríték. Hol a homlokom? Senkiért fohászkodom. Senki, megmond babája vagyok én is. Ez a láz repülésről szól. Leginkább az, itt nem nevezhetek. Körülírhatunk, csak tettetett szokott közönnyel annyit mondhatok róla szárnyában. Milyen üveg volt készen a tükre. Mellének rá a terrényre varázslott. A többit is megfelezem bárkivel. Nagyon örülünk annak, hogy idén harmadik alkalommal sikerül megszervezni a Kárpátaljai Magyar Irodalmi Napokat, és valóban az első rendezvényünk egy díjátadó volt, amely azért különleges, mert hogy internetes versmondó versenyen vesznek részt a fiatalok, és a díjazottak majd később a virtuális világból kilépve megkapják a díjaikat a megnyitón. Az irodalmi napok Kárpátalján, általában több helyszínen, több intézményben, elég sok határon túli magyarországi vendég meghívásával zajlik. Idén örülünk annak, hogy a Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar tanszéki, illetve ukrán tanszéki csoportja is kapcsolódott a rendezvénysorozathoz, és így ma délután Marcsák Gergely nemrég megjelent, és már többszörösen díjazott Fekete Tisza című kötetét mutathatjuk be a tanszék munkatársa Mádi Gabriella moderálásával, illetve holnap egy fiatal ukrán írót, Jupka Andrit láthatjuk vendégül. Ez is jelzi azt, hogy a jelenlegi kulturális helyzetben az irodalom, a kultúra közvetítő lehet az ukrán és a magyar nép között, illetve azt, hogy ha fontosnak tartjuk a kultúrát, ha fontosnak tartjuk az irodalmat és a közösséget, akkor együtt tudunk működni. Kárpátaljai magyar irodalom, mint ahogy a kárpátaljai magyar kultúra, soha sem volt könnyű helyzetben. Ha végigtekintünk a 20. századon, és 20. század második felétől nézve, Málenki robottól kezdve, a szovjet cenzúrán át egészen a 90-es évek gondjaig, az elvándorlásig figyelembe vesszük a kárpátaljai magyar irodalmat, akkor azt láthatjuk, hogy a 90-es években megjelenő antológia, a Vergődő szél, M. Takács Lajos összeállításában nagyon jól kifejezte azt, hogy mit is jelent ez a kultúra, ez az irodalom. És bár a vergődés, mint metafora ma is jellemzi ezt az irodalmat, és ez hagyományként tovább öröklődik, azért ami érték, ami fontos létrejön ma kortárs magyar irodalomban Kárpátalján, az biztos, hogy a problémák ellenére jön létre. Ugye az írók, a költők sem zárják be a szemüket, nem takarják el a fülüket. Nyilvánvaló, hogy a problémákat, ha áttételesen is, az irodalom formanyelvén, de észlelik, és próbálják érzékeltetni az olvasóval. Nem könnyű az a helyzet, amiben éppen van az irodalom, de azt hiszem, hogy ha az olvasók nem szakadnak el az íróktól, költőktől, akkor a vergődésen túl azért nagyon sok értéket fel lehet mutatni.